A rendőrség továbbra is azt kéri, hogy a budapestiek tartsák be a kijárási korlátozásokat. A fertőzöttek kétharmada a fővárosban, illetve Pest megyében lakik, miközben van 6 olyan megye, ahol 10 vagy annál is kevesebb pozitív eset volt eddig. Az operatív törzs vizsgálja azt is, hogy érdemes-e emiatt más-más területen másfajta kilépési korlátozást bevezetni. Kiránduló fiatalok, piknikelő családok. Ezek a felvételek még vasárnap készültek Budapesten a Normafánál. A veszélyhelyzetben is sokan indultak sétára, kirándulásra. Egyre többen vannak azonban, akik nem tartják be a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokat, például azt, hogy a nem egy háztartásban élők tartsák egymástól a másfél méteres távolságot. Azt tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon a szombati naphoz képest a vasárnapi napon a rendőrintézkedéseink száma a duplájára kellett, hogy emelkedjen. Egyre nagyobb mértékben szekték meg a fővárosiak a kijárási korlátozással kapcsolatos magatartási szabályokat. Összesen 614 esetben intézkedtek a budapesti rendőrfőkapitányságnak a munkatársai. A rendőri ellenőrzések hétfőn is folytatódtak országszerte. Budapesten most is kiemelten figyelték, hogy a parkokban, így a Városligetben nem csoportosulnak-e az emberek, bár hétköznap ez itt ritkábban fordul elő. Szegeden is folyamatosan járőröznek a rendőrök és a katonák. Több helyen is igazoltatták az embereket. A piacnál például azt is nézték, hogy 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek vásárolnak-e. Én végül is 9-től 12-ig szoktam jönni, amikor jövök. Ritkán jövök, de akkor jövök csak. A tapasztalatok eddig azt mutatják, hogy a helyiek többsége betartja a szabályokat. Elég jó a lakosság részéről a hozzáállás. Nagyon apró hiányosságok vannak alkalmanként, nyilván szájmaszk, illetve a kesztyűnek a megfelelő viselése, illetve ugye maga a kézfertőtlenítés, minden egyéb olyan tárgynak a fertőtlenítése is fontos, ugye, amihez hozzáérnek. Ezekre szoktuk felhívni a lakosság figyelmét. Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján azt is bejelentették, a rendőröknek a járványkezelése alatt több szolgálatot kell ellátniuk. Egy mostantól hatályos kormányrendelet szerint nő a szolgálat teljesítési idő. A rendőrség ellátja a hatósági házi karantén ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, ellátja a határforgalom ellenőrzési és határőrizeti tevékenységeket, illetve nagyobb számban jelennek meg a közterületeken és nyilvános helyeken a kijárási korlátozás, valamint az üzletek korlátozott nyitvatartásával összefüggésben. A hatóság továbbra is azt kéri mindenkitől, hogy szigorúan tartsa be a szabályokat. A fokozott ellenőrzések egészen a járványügyi veszélyhelyzet visszavonásáig tartanak.